Régen mentem ki Filetkó kenyér, és akkor láttam az úton azt a nagy trafónak azt a fönti részét, és akkor olaj állt az úton meg. Szanaszét dobálva vele azok az alkatrészek. Ez a helyi lakos vette észre, mi történt, ő értesítette a helyi közösség elnökét. A faluban élők megdöbbentek a hajnalban történteken, rettegnek, féltik értékeiket. Az borzasztó. Ez borzasztó. Mosnom kellene, itt a 5 családom itt van, 8-an vannak, de 3 férnő van, itt van 5 családom, mosnom kellene a munkásruhákat, az ünneplő ruhákat, nem bírok se mosni, se főzni, se vízünk, semmi. Sajnos, ez nagyon-nagyon, mink itt kint tanyán vagyunk, nagyon félünk most már mink is. Főleg az idősek félnek. Az egyik bácsi azt mondja, szerinte a környező településekről érkeznek a tolvajok. Nem merünk velünk szembe szállni, mert ugye fegyvertelenek vagyunk is, meg hát én meg pláne már 81 éves ember, mit tudnák egy ilyen erőteljes embernek. De senki sem ember velük szembe szállni. Elég veszélyes emberek. A résztolvajok körülbelül 20 ezer eurós kárt okoztak. Ennyit ér ugyanis egy ilyen trafó, amelyből szakszerűen kiszerelték a rézalkatrészeket. Pék János szerint többen követhették el a rablást. A helyi közösség elnöke azt mondja, csak is olyanok nyúlhattak a trafóhoz, akik értenek a villanyszereléshez. Én szerintem ez meglendülése, lophatta el, hát mit csinál valaki avval, rézával, kiszedett akármivel, hát hova tudja beszerelni, hogyha vagy eladja, vagy megrendíti valaki egy másik trafóba. Ön mit tapasztal? Félnek a helyiek? Hát ezek után igen. Hisz máma és akkor bejöttek a helyi közösségbe, és kérdezték, hogy mi lesz. Királyhalmon az utóbbi időben egyre több a vagyon elleni bűncselekmény. A minap az egyik helyi kisboltban loptak. A biciklik eltulajdonítása is már mindennapos a településen.